Cementgyártás. A földön előforduló anyagok közül a víz után a betonból használja az emberiség a legtöbbet. A rómaiak már tudták, hogy a vulkánkitörések után maradt ásványokban gazdag hamu kötőanyagként is hasznosítható. A cementet ma is természetes alkotókból mesterségesen, azonban fenntartható módon állítják elő. A technológiai folyamat a mészkő és agyagbányákból indul. A cementgyártáshoz a magas kálciumkarbonát és alacsony magnéziumkarbonát tartalmú mészkő használható fel. Az itt található 200 millió éves úgynevezett dachsteini mészkövet lerobbantják, majd tovább aprítják. A gyártókat komoly szabályok kötik arra vonatkozólag, miként kell a művelés alól már kivont bányaterületeket rekultiválni, az ottani őshonos állapotba visszaállítani. A lerobbantott köveket homlokrakodók pakolják a teherautók billencsébe, amik a kőtörő garatjához viszik a rakományt, ahol a törőroppantással két lépcsőben 10 cm alá törik. Ez jellemzően szállítószalagon indul a gyárba, amelyhez becsatlakozik az agyagbányából érkező szállítószalag is. Az agyaggal kerül a technológiába a cementhez szükséges alumínium, vas és szilikátoxid is. Más technológiáknál már a bányákban kialakítják a megfelelő minőségű mészkőt és agyagot tartalmazó premixet, és távolabbi bányákból vasúton szállítják a cementgyárba. A mészkő és az agyag ebbe a repülőgép hangárhoz hasonlító homogenizáló tárolóba érkezik, ahol ez a hatalmas monstrum épít hegyeket belőle, amely a homogenizálás mellett biztosítja a nyersanyagellátást abban az időszakban is, amikor a bánya éppen nem termel. A következő lépés a nyerslisztgyártás. A görgős malomban a friss anyagkeverék középen hullik le az alsó forgótányérra, amelyen hatalmas görgők találhatók. A közöttük fennálló forgó és ütőerő elkoptatja, ledarálja az anyagot, a finom szemcséket a légáram leválasztja, így képződik a nyersliszt, ami a hőcserélő toronyba kerül. Itt fokozatosan felmelegedik, és megkezdődnek a kémiai folyamatok, a mészkő bomlása 8-900 Celsius fokon. Ebben a több mint 50 méter hosszú, enyhe lejtéssel bíró, forgó, tűzálló téglával bélelt acélcsőben készül a félkész termék, a klinker. A kemencében lévő 1500 Celsius fokon a nyers liszt fél órát tartózkodik. Miközben zsugorodik, olvadék képződik. A folyamat végére lejátszódnak a kémiai reakciók, kialakulnak azok a vegyületek, amelyek a cement tulajdonságait hordozzák. A cementgyártás bonyolult és soklépéses technológiáját a vezérlőteremből irányítják. A rengeteg adat grafikon közül kiemelendő a kemence hőtérképe, amelyen jól látszik, hogyan változik a kemence hosszában a hőmérséklet. A klinkert levegővel történő hirtelen hűtést követően silóban tárolják a további feldolgozásig. A gyárnak elsősorban a kemence véget óriási a hőigénye, amit ma már kisebb részben fedeznek szénből és gázból. Egyre több tüzelőanyag származik alternatív tüzelőanyagokból, amelyek aránya a 90%-ot is elérheti. A fa, papír, műanyag keveréke tökéletesen helyettesíti az egyéb primer, fosszilis tüzelőanyagokat, de megfelelő előkezeléssel a háztartási és ipari hulladék is tüzelőanyaggá válhat. Napjainkra a cementgyárban és környékén nyoma sincs bornak. A mai technológiákkal csak a széndioxid terheli a környezetet, azonban a hulladékok felhasználásával ez is jelentősen csökkenthető. Ha figyelembe vesszük, hogy a beton teljes élettartama alatt az előállításakor kibocsátott széndioxid közel 30%-át köti meg a levegőből, a teljes életciklusra vetítve kedvezőbb környezeti terhelésről beszélhetünk, mint egyéb építőanyagok esetében. Az őrölt klinker vízzel érintkezve azonnal megkötne, ezért kötésszabályzóként reagipszel, illetve különböző cementkiegészítő anyagokkal együtt örlik meg, attól függően, hogy milyen felhasználási területre készülő cementet szeretnénk gyártani. A cementgyártás utolsó fázisaként a golyós cementmalomban alakul ki, a jellegzetes púderszerű cement. A forgómalom testen belül több száz tonna őrlőgolyó dolgozik, majd a kész anyag a cement silóba kerül a későbbi szállításhoz. A kiszállítás kétféle módon történhet. Ömlesztve és 25 kg-os zsákokba csomagolva raklapokon.
A betonban a cement kötőanyagként biztosítja az összetartó erőt. A magas cement minőség biztosításához a gyárakban két laboratórium is működik. A gyártásközi laboratórium teljesen robotizált, automatizált elemzéseket végez, míg a késztermék laboratóriumban a kész cement paramétereit vizsgálják. A beton ellenáll a természet erőinek, jól alakítható, és emellett viszonylag olcsó is, a modern világ legelterjedtebb építőanyaga, a fejlődésének az alapja. A beton legfontosabb alkotója pedig, annak kötőanyaga, a cement.